kék szalag a Balaton és Magyarország egyik nagy büszkesége, amely Európa legrégebbi és leghosszabb távú vitorlás tókerülő versenye. Az első kék szalag vitorlás mezőnye 1934. júliusában rajtolt a Balatonfüredi kikötőből. 2017. július 6-án reggel Wittinkoff Tamást, budaörs polgármesterét, a kikötőben találtam harmadmagával, de szintén budaörsiekkel együtt készülődnek, hogy teljesítsék a 155 kilométeres távot Linye nevű hajójukkal, de a gyerekek miatt a beceneve Szélkirálynő lett. A polgármester úrtól kérdeztem, hogy milyen felkészültek ők és hajójuk a 49. kék szalag előtt. A kék szalag történetében valóban a 49. a mi történetünkben ez az 5. Hát a hajó az 37 éves, nagyon sok munka volt benne, szépen felújítva, én nagyon szeretem, és a csapat is nagyon jó, 3 budaörsi hozzáteszem, tehát ez egy echte budaörsi csapat. Nagyon jól kiegyenlítjük egymást, mindenki érti és ismeri is a hajót. Hogy milyenek a kilátások? Iszonyú meleg lesz, hogy szél mennyi lesz, azt sose lehet tudni. Most egy nagyon gyenge észak-észak-nyugati szél van, ami azt jelenti, hogy a rajtnál nem a legkellemesebb, mert hátulról jön a szél, elindulni és nagyon nehéz lesz, egy ideig nem lehet fölhúzni a hátszélvitorlát, tehát utána fognak majd ezek a szép nagy spinákerek megjelenni a hajókon, akkor az már nagyon szépen fog kinézni, de hogy addig mi lesz, azt még nem lehet tudni, és hogy egyáltalán napközben mire lehet számítani, lehet, hogy semmi szél nem lesz, lehet, hogy jön egy vihar, és akkor meg kapaszkodni kell. Hát ez ilyen, a Balaton ilyen. A mentális felkészültség? Hát mindig nagyon várjuk ezt a versenyt. Azért ez egy erőpróba is, ugyanakkor kikapcsolódás is. A végén már a pokolba kívánjuk az egészet, de 2 nap múlva már várjuk a következőt. A kikötőbe áramlott a tömeg. Rengetegen voltak kíváncsiak az 526 hajóból álló mezőny csütörtökön 9 órakor kezdődő verseny látványos rajtjára. A szervezők gondoskodtak különböző programokkal a vendégek szórakoztatására, például hatalmas kivetítőn folyamatos közvetítés gondoskodott, hogy senki ne maradjon le az eseményekről. Az indulás előtt egy kis víziparádé is feldobta a nézelődőket. Látványos volt az is, hogy a kikötőből egymás után jönnek a hajók, hogy benépesítsék ebbe a gyönyörű időben a füredi kikötő előtti vízfelületet. Stábunk a sajtó számára fenntartott hajóval közelíthette meg a rajtot, remélve, hogy onnan közelebbről látható, ahogy a kék szalag Erste Wörth nagydíj mezőnye Balatonfüred előtt kitűzött, mint egy 6 kilométeres rajtvonalról Balatonkenese irányába induljon, hogy teljesítse a légvonalban mért 155 kilométeres távolságot. Az indulás után pár perccel hívtam telefonon a polgármesterünket, hogy tájékoztasson minket, milyen volt a rajtjuk. Rajtnál nem nagyon volt semmilyen szél, aztán volt, hát aztán utána egy enyhe déli szélre el tudtunk indulni, akkor egészen jó pozíciónk volt, és most váltott északira, úgyhogy most mindjárt izgalmas lesz a helyzet, úgy tűnik, hogy kezd beerősödni, úgyhogy itt mindjárt, igen, húzom is. Munka van, igen. A viszonylag gyenge szélben a várakozásoknak megfelelően a kéttestű hajók azonnal az élre álltak. A két esélyes szinte egy időben ért el a Balatonkenese előtt található pályajelet. Siófokon és a Tihanyi szorosban Litkeiék vezettek, ám az Opel 50-50 a nyugati medencében felzárkózott. A vitorlásoknak 155 kilométeres távot kell teljesíteniük Balatonfüred, Balatonkenese, Siófok, Tihany, Keszthely, Tihany, Balatonfüred útvonalon, kikötés és külső segítség igénybevétele nélkül maximum 48 óra alatt. Délelőtt 10:30-kor kértem helyzetjelentést a csapattól. Pont ebben a pillanatban vagyunk az alsó síúj kikötőnél, elég közel is hozzá, itt közel a part mellett haladunk, elég jó széllel, úgyhogy még egy kicsit próbálunk maradni, bár előbb-utóbb fordulni kell, mert sajnos közel leszünk nagyon a parthoz, és akkor egy kicsit kell majd délre befelé, a tó közepe fele majd menni, de most jól haladunk, szerintem a mezőny első harmadában vagyunk bőven. Mintegy 250 hajó órákig vesztegelt Siófok közelében a teljes szélcsendben. A Tihanyi kompnál nézzük az arra közlekedő versenyzőket, és mellettünk a sajtó más képviselői is várják a gyenge szélben vánszorgó vitorlásokat. Akik pedig velünk csak a partról szemlélik a versenyt, azoknak is csodás élményt nyújthat a hajók látványa.
Szembe a bulizók hangos zenéjének hangja betölti az egész Balaton vízfelületét. Kora délután 12 óra 30 perckor telefonon kérdeztem a polgármester úrtól, a legénységnek megvolt-e az ebéd? Hát nem ebédeltünk, nagyon gyenge szélben haladtunk, de most végre megerősödött, és most egy olyan 10 csomor széllel megyünk a Kenesei bója felé, még nem fordultunk Kenesénél, úgyhogy hát szerettünk volna szél előtt, de még sajnos nem sikerült, de haladunk most már jó 4,7 csomó között. Most viszont a fedélzeti kamera segítségével láthatjuk, hogy milyen egy bójánál a forduló. Azután szó szerint csendesen telt el a délután, majd este 8 óra után felgyorsultak az események. A bój, ami akár több száz hajóból is állt, megérkezett a Tihanyi komphoz, vagy ahogy a vitorlások nevezik, a csőbe. Miközben a katamaránok már célba értek, ők még csak most érnek át a nyugati medencébe. A Tihanyi szoroson át Keszthely, ahonnan a hajók a balatonfüredi célba vitorláznak vissza. Persze rájuk még legalább egy éjszakányi vitorlázás vár, azután, hogy a forróság és a gyenge és kedvezőtlen irányú szél alaposan próbára tegye őket. Reggel a térségben gyenge volt a légmozgás, ám az előrejelzések szerint a verseny további időtartamára jól vitorlázható szél várható. A telefonban péntek reggel a polgármester úr elmondása szerint szembeszéllel jönnek visszafelé. Thank you.
Megint a Tihanyi révnél vártuk a budaörsieket, hogy felvehessük, mielőtt befordulnak a célegyenesbe. Szóval a kék szalag még nem ért véget, számunkra hála Istennek véget ért, már azért hála Istennek, mert sikerült bejutnunk a célba. Nem adtunk volna egy fabatkát sem tegnap délután, amikor még itt himbálózott az egész mezőn Siófok alatt. Aztán hála Istennek Tihany után, ahogy átmentünk a csövön, ott egy normális kifújt hátszéllel el tudtunk indulni, ami egyre jobban erősödött, és gyakorlatilag kezd helyig spinnakerrel hátszelezve el tudtunk jutni. Utána viszonylag már egyszerű volt a dolog, sok logika meg fifika nem kellett hozzá, szemből fújt a szél, tehát krajcolni kellett, hogy ezt a nézők is értsék, mit jelent faltól falig a két part között, mert hogy szélre pont nem lehet menni, de élesen lehet menni, egy olyan 90 fokot bezáró szögben tud két irányba menni, tehát 45-45 fokra durván egy hajó, és hát akkor gyakorlatilag jóval több utat teszünk ilyenkor meg, mint amennyi az elméleti táv, de végig 5-6 csomó között tudott menni a hajó, úgyhogy nagyon jól haladtunk, és szerencsére azt a tegnap éjszaka kiépített előnyt, amit a hátszeles szakaszon sikerült kiépíteni, azt talán tudtuk kamatoztatni. Hogy az eredmény milyen lett, azt nem tudom megmondani, mert még nagyon sok hajó van kint. Mi azt tudjuk mérni magunkat, hogy Tus Miklós az egy fogalom a magyar vitorlázás és a kékszalag történetében, és Miklós bácsi előttünk 2 vagy 3 perccel futott be, ami azt jelenti, hogy abban a hajóosztályban mi jobb eredményt értünk el, mert ezt korrigálják utána a hajók adottságaival. Úgyhogy reménykedünk, hogy idén talán egy kicsit jobb eredményt értünk el, mint eddig, de a lényeg az, hogy végig tudtuk csinálni. Egyben vagyunk, a hajó is egyben van, és jól is éreztük magunkat. Remélem, nagyon nem is égtünk le a napon. 2 perccel ezelőtt szállt ki a hajóból, most jön a pihenés, de előtte még milyen feladat van? Hát haza kell vinni a hajót a saját kikötőjébe, úgyhogy innen még irány Fűzfő, ami nem 2 perces út, és aztán most már nagyon várom, hogy a családdal találkozzunk, mert a gyerekek ugye ilyenkor mindig érdeklődnek, hogy mi a helyzet, meg mindenki, barátok, ismerősök kérdezik, hogy hogyan alakult, aztán utána egy nagy pihenés jön azért, mert egyben lenyomni, hát ugye számoljuk ki 12, 24, meg 3, ez 27, majdnem 27 óra, hát nem kevés. Szombaton 2017. július 8-án reggel 9 órakor hivatalosan is véget ért a 49. Európa leghosszabb távú tókerülő versenye. Az 526 nevezett hajóból 395 ért érvényesen célba. Az utolsó hajó pénteken 23 óra 59 perckor ért célba. Még a film szerkesztése közben is lettek változások. Az előzetes eredmények során egy később befutott hajó tévesen előttük szerepelt, amit korrigáltak, így a Linye a saját hajóosztályában a 4. helyen végzett. A végeredményhez polgármester úrnak és a csapatnak gratulálunk.